Amerikai Egyesült Államokban ilyen Y-alakú, helybe vannak elhelyezve a rádióantennák, és ilyen vasúti sineken lehet őket mozgatni szépen. Tehát ezt az Y-nak a formáját nem, mert mindig Y marad, de hogy milyen hosszúak legyenek az egyes karok, azokat állítani lehet. És ha állítjuk a karokat, az azt jelenti, hogy a bázisvonal, tehát a két egymástól legtávolabb lévő antenna távolsága változik. És csak azt nem mondtam el a lényeget, hogy miért jó nekünk az, hogyha hosszú bázisvonalunk van, mert minél hosszabb a bázisvonal, annál jobb a felbontás. Tehát az interferometria lényege, hogy minél messzebbre teszünk egymástól két antennát, annál jobb lesz a felbontás, tehát azért tudjuk ezt a táblázatot itt föltölteni szépen, azért tudunk 8 kilométeres átmérőjű antennát létrehozni, mert hogyha van nekünk egy interferométerünk, ahol a leghosszabb bázis van a 8 kilométer, akkor az úgy működik, mintha egyetlen hatalmas darab 8 kilométeres teleszkóp, 8 kilométer átmérőjű teleszkóp lenne. Tehát a leghosszabb bázisvonal határozza meg a D-t abban az előző képletben, amit mutattam, ahol a felbontó képesség a lambda per D-vel arányos. Tehát a D-t azt helyettesíthetjük a bázisvonal hosszával. És ez az, amiben a rádió csillagászat tulajdonképpen képes túlhaladni az optikain, hogy ilyen hatalmas távolságú interferométereket is képes létrehozni. Ugye az optikai tartományban a VLT van, a Very Large Telescope Chilében, ahol 100 méter maximum a fényút, amit lehet vezetni a különböző antennák között, mert ott effektíve a fénnyel játszadoznak, különböző trükkökkel ide-oda vezetgetik, és rengeteg veszteség történik. Ezzel szemben a rádiócsillagászatban azt csinálhatjuk, hogy egyik antennánál felvesszük Winchester-re jeleket, másik antennánál elviszük hajóval a központba, összejátszuk őket, és nem kell vezetgetni jelet sehova se. Ilyen volt régen. És akkor még egy-két kép, de majd úgyis lesz erről később szó, ez a Merlin. Az Egyesült Királyságban a VLBA, Very Long Baseline Array, ami az Amerikai Egyesült Államok területén helyezkedik el 10 darab teljesen egyforma antenna, ugye az mindenféle kalibrációs, meg egyéb feldolgozási folyamatok miatt nagyon jó, hogy minél egyformábbak ezek az antennák a hálózaton belül. Úgy helyezkednek el, hogy ez itt a legkeletibb, ez a Virgin-szigetek, és a legnyugatibb pedig Hawaiion van. És akkor itt látható a kis fekete kis pöttyök, hogy hogyan helyezkednek el az ország területén. Ja, itt ki is van nagyítva szépen tényleg. És akkor lehet látni, hogy tök egyformák az antennák. És Európában pedig található a EVN, vagy European VLBI Network, ami a nevével ellentétben nem csak Európában található. Ez egy kicsit másképp, nagyon másképp működik, szintén szóval, mint az amerikai rendszer. Az amerikai rendszer az egy dedicated array, ami azt jelenti, hogy az a 10 darab antenna, az csak együtt, csak azért működik, hogy ilyen hálózatban működjön együtt, így lehet rá távcsőidőt kérni, nem lehet külön kérni rájuk egyesével. Egyesével nem működnek, csak együtt. Ezzel szemben az európai hálózatban különböző nemzeti intézményeknek a saját antennái vesznek részt, tehát például a németországi Effelsberg, amiről már beszéltem, Spanyolországban, Robledóban, Jebezbe, része a puertorikai Arecibói antenna, Metsähovi Finnországban, Onsala Svédországban, Jodre, Cambridge, az Egyesült Királyságban és a többi. Hát minden intézetnek van igazgatója, meg emberek ott, és ők nem akarják azért, hogy bármikor, bármi jött-ment ember, holmi hálózatba használja az antennát, tehát ez egy bonyolult szervezést igénylő folyamat, hogy évente adott időszakokban le van zsírozva az összes intézet igazgatójával, hogy arra az időszakra az ő antennájuk csak úgy fog működni, mint ennek a hálózatnak a része, és csak úgy fogják használni. És hát, mint látható, ezeket nem is egyszerre építettek, nem is egyformák, tehát bonyolultabb a használatuk, de ennek ellen nagyon-nagyon szuperül működik, és most már sokkal jobban, mint az amerikai hálózat, mondhatjuk. És akkor Európán kívül láthatóan már nem
Vannak benne kínai antennák is, Shanghai, Urumqi, szerintem ez itt még csak épül, bár lehet, hogy már kész van. És a dél-afrikai Hart, ez nem tudom kimondani, mindig csak azt mondjuk rá, hogy Hart, mert az az első fele a nevének. De az a lényeg, hogy ez az összes antenna egy hálózatban működve is működhet akár, hogyha valaki ki akarja használni. Persze, hát elég nehéz olyan forrást találni az égen, aminek van olyan égi állapota, hogy Shanghaiból meg Arecibóból is látható legyen, a horizont fölött legyen. Általában nincs, tehát azért vagy úgy van, hogy az európai hálózat meg a kínai rész, vagy az európai meg Arecibó, szóval kell azért ilyesmivel játszadozni, de azért nagyon jól működik. Milyen fejlesztési lehetőségek vannak ebben a rendszerben? Hát ugye mondtam már, hogy minél hosszabb a bázisvonal, annál jobb a felbontó képesség. Tehát minél hosszabb bázisvonalat akarunk. De hogyan tehetjük még ennél is hosszabb? Hát már láttátok, hogy az európai hálózatban már mindenütt vannak antennák, tehát már körbeértük a Földet, hova lehetne még tenni, és akkor erre jön az ötlet az űr VLBI, vagy Space VLBI, hogy egy műholdként bocsássunk fel egy rádióantennát az űrbe, és az működjön együtt a földi hálózattal. Ez az egyik lehetőség, mindjárt átélek. Akkor a másik lehetőség az, ugye, ha emlékszünk a lambda per d képletre, hogyha nagyobb felbontó képességet akarunk, és nem tudjuk növelni tovább a bázisvonalat, akkor csökkenthetjük a hullámhosszot, tehát magasabb frekvenciák felé megyünk. Egyrészt így a felbontó képesség is nagyobb lesz, másrészt így új, más sugárzási folyamatokat tudunk megfigyelni, ami magasabb frekvenciákon működik. Ezen kívül mit tudunk még tenni? Beletehetünk több elemet a hálózatba. Ez azt jelenti, hogy nagyobb lesz az érzékenység, nagyobb lesz a gyűjtőfelületünk. Több antennánk fog részt venni, rövidebb integrációs idő kell ahhoz, hogy egy ugyanolyan fényes objektumot föl tudjunk térképezni. És vannak ilyen extrémebb, érdekesebb dolgok, hogy például használhatunk nagyobb sávszélességet is, és így nagyobb érzékenységet, nagyobb spektrális felbontást tudunk elérni. És hát ki tudja még hogyan, hát magát az érzékelőket, a receiverünket is fejleszgethetjük, de ez már nagyjából elért arra a abszolút szintre, amit el lehet érni. Akkor röviden erről a Space VLBI-ról, vagy űr VLBI-ról, mit is jelent ez tulajdonképpen, illetve hát azt már tudjátok, hogy mit jelent, azt jelenti, hogy a Föld körüli pályára teszünk egy rádióantennát. Ilyen volt a múltban az első ilyen próbálkozás, tudományosan is működő próbálkozás, a Halka japán műhold, ami itt látható, 97-től 2003-ig működött, a földtávolpontja 21 ezer kilométer volt, az átmérője 8 méter, ez ugye össze volt csukva, és akkor fölbocsátották, és kinyílt ilyen esernyőszerűen, és nagyon sikeres volt, azt kell mondani. Itt is természetesen az történt, hogy a földi állomásokon fölvették, ez a Mark 3, itt azt jelzi, hogy olyan típusú lemezekre vagy diszkekre fölvették az adatokat, meg a műhold az lesugározta úgynevezett követő állomásokra a Földön, amit ő érzékelt, és akkor az összeset szépen elhajózták a korrelátorba, de hogy elvitték valahogy effektíve, ahol végül is előállították magát a jelet, és onnan kapta meg a csillagász aztán az adatokat. Na most itt látható még egyszer a Halkának a laborban a képe, ahol éppen ott szerelgetik, meg mérik az antennát. Összehasonlításként ide tettem a most repülő orosz fejlesztést, ami végül is ugyanezt a vonalat követi. Rádióasztronnak hívják. Nem tudom, miért tudom oda, hogy 2008 körülbelül. Ja, 2008-ban származik a kép, igen, a laborból, és a felbocsátás az tavaly történt.
De ezt úgy kell képzelni, hogy az én témavezetőm, amikor ő még írta a diplomamunkáját, már ő akkor is úgy hallott róla, hogy a rádiaszton jövőre már biztosan repülni fog. És tényleg, csak az a jövőre, az kicsit eltolódott, de repül. Hát a rádiaszton sokkal elnyúlt a pályán, ezt itt nem mutattam, meg sokkal elnyúlt a pályán kering, mint a halka. Földtávolpontja 340 ezer kilométer lesz, vagy annyi. Az átmérő ez kicsit nagyobb, 10 méteres. És hát egyelőre kinyílt rendesen az antenna, méréseket végeztek vele úgy, mint egyedülálló tányérral, tehát működik a dolog. De az, hogy a földi rendszerrel együtt hogyan tud majd egy ilyen antenna együttműködni, hogyan tudja olyan távolságból lesugározni a jeleket, ilyenkor ugye nagyon fontos az is, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen pályája van, hogy pontosan tudjuk, hogy hol áll az égen, mekkora időkésés lesz nekünk ugye a földi antennákhoz képest. Tehát ezt mind rettentő pontosan tudni kell, és például a földtávol pontban, ilyen távolságban ezt hogy fogják tudni meghatározni, ez egy jó kérdés, hát lássuk majd, hogy mit mondanak. Ezen kívül a japánok is mindenképpen akartak egy újabb generációs műholdat fölbocsátani a halka után, ez lett volna az Astro G, amit sajnos töröltek, mert túl sokba került volna, de így nézett volna ki egyébként. Ilyen több elemből állt volna az antenna, ez is azt hiszem 9 méter átmérőjű lett volna. Csak az volt a probléma vele, hogy a tesztek alapján, tehát ilyen rezgésteszteket csináltak ezek az antennához, és az jött ki, hogy hát teljesen tönkre menne a felbocsátáskor az antenna felülete, nem bírná ki a rázkódást, és ahhoz, hogy kibírja, ahhoz olyan drága, ilyen valami szénszálas, extra szénszálas anyagot kéne használni, amire nem volt keret, és ezért hát jegelték a projektet. Tehát ez volt az egyik típusú fejlődési lehetőség. A másik, hát az, hogy oda teszünk egy kis elbetűt a különböző műszerek elé, ez más tudományos területeken, meg máshogy is használják ezt, hogy valami E, és általában arra azt mondják, hogy ez azt jelenti, hogy ilyen globális infrastruktúrát nemzetközi kollaborációban használnak ki, és a többi. A rádió csillagászat esetében ez azt jelenti most definíció szerűen, hogy 5 kilométernél hosszabb bázisvonalon lévő antennák effektíve össze vannak kötve. Tehát eddig mindig arról beszéltem, hogy felveszik az egyik antennánál, másik antennánál esélyet, elviszik valahova, összejátszák. Itt viszont az van, hogy nem, hiába vannak kilométeres távolságban, kössük össze őket optikai száloptikával, és akár real-time valós időbe állítsuk elő a jelet. Ezen kívül ehhez ugye nagy adatátvitelre is szükség van, itt van az, hogy legalább 1 gigabit per szekundum, ez volt alapvetően ennek a definíciója. És végül is ebbe az irányba halad, illetve most már mondhatom, hogy haladta a rádiócsillagászat fejlesztése, tehát hogy mostantól kezdve ezek a különböző antennák bizony legyenek összekötve. Jó, hát a VLA darabja, ez nincsenek olyan messze egymástól, de itt is meglépték azt a fejlődést, hogy az egészet mindent száloptikával összekötöttek, ez 27 darab 25 méteres tányéra kell itt gondolni, maximum 36 kilométeres lehet a bázisvonal, lecserélték a műszereket, megnövelték az adatátvitel sebességét, és az érzékenységben így szakkumpak azt mondják, hogy 5-20-szoros fejlődést értek el. És akkor itt van például egy szupernóva maradványról egy kép, amit szintén az EVLA-jel csináltak, mert akkor utána már át is nevezték, hogy ebbe is legyen egy E betű, de itt akkor az E az már azt jelenti, hogy Expanded Very Large Array. Egyébként ennek a befejezése az idén várható, már használják, csak folyamatosan cserélik le az érzékelőket az antennáknál, hogy egyre jobb képeket tudjanak létrehozni. A másik az egy kicsit talán érdekesebben elképzelhető, ez a Merlin antenna rendszer, ami Nagy-Britanniában van, és itt azért már látható, hogy azért jóval messzebb vannak egymástól az antennák, tehát itt van London körülbelül,
Azt kell elképzelni, és bizony ezt a hét antennát is összekötötték optikai kábellel. A leghosszabb bázison az 217 km, 30 gigabit per szekundumos adatátvitelt értek el. Hát igen, teljes generál, ide is tettek új vevőket, mindenhova új elektronikát kellett, és a többi, és a többi. És végül is ezzel az egésszel azt érték el, hogy amit eddig egy év alatt, a korábbi rendszere egy évnyi integráció, egy évnyi megfigyelési idő volt hozzá szükséges, hogy lássák, ahhoz most egy nap elég. Tehát annyiban tudták nőni így annyival tudták növelni így az érzékenységet, hogy egy évnyi munkát most már egy nap alatt meg tudnának csinálni. És akkor itt arról is van egy szép kép, ha minden igaz. Igen, ez az e-mailin első képe, még egyelőre tesztek folynak, és azt hiszem, ezt is idéntől lehet rendesen használni. Ez a kép ez úgy néz ki, hogy a háttérben egy optikai HST kép látszik, azon van tehát ez a két fényes bumszli, itt összefolyva, meg itt ez a fényes bumszli, meg itt mindenféle egyéb galaxisok, és akkor rajta, amennyire látszik ez a kéktől sárgáig terjedő színkódolással van a rádió észlelés. Itt egy gravitációsan lencsézett kvazárnak a két képe látszik. Tehát igazából kvazár. Jó, csend van, oké. Okay. Tehát van nekünk egy nagyon távoli, ide fölírtam magamnak, 13 milliárd fényévnyire lévő kvazárunk, és van az előtérbe köztünk, itt van a kvazár, itt vagyunk mi, és kettőnk között van egy galaxis, ami mit tudom én, 9 milliárd fényévnyire van, ez az előtér galaxis látható itt egyébként, ebbe a fényes bumsziba, és az előtér galaxis ez úgy működik, mint egy borotválkozó tükör, és eltérít, legalábbis így szokták lerajzolni ilyen ismeretterjesztő folyóiratokba. Az a lényeg, hogy ennek az előtér galaxisnak a gravitációs hatása az eltéríti a fénysugarakat, az elektromágneses sugárzást a távoli kvazártól, és ebben az esetben oly mértékben eltéríti, hogy két képe alakul ki. Tehát itt ugyanazt a kvazárt látjuk, csak kétszer. Tehát úgy tűnik, mintha kettő lenne, de hogyha bármilyen tulajdonságát megnézzük, akkor ezek igazából tök egyformák általában, de azért itt mondjuk látszik például, hogy a kvazár A-ból kiindul egy hatalmas nagy jet, amit nem látunk a kvazár B-be. A B képébe ez azért van, mert mindenféle torzulás azért fellép, tehát ez egy kicsit másképp képződik le, mint ez, azért, mert ebből vissza lehet következtetni, hogy ennek az előtér galaxisnak milyen a tömegeloszlása, és milyen gravitációs potenciált generál, ami eltéríti a fénysugarakat. Viszont az a jó benne, hogy nem csak eltéríti őket, hanem fel is erősíti, és ezért sokkal fényesebben látunk távoli kvazárokat, tehát erre lehet használni ezt a dolgot. Itt a lényegi része az, hogy az e-merni milyen szép képet csinált erről, ahol nagyon szép fényesen látszik a kvazár két képe, nagyon szép fényesen, szignifikánsan kivehető gyönyörű szép jetje van, az egyik képnél látható jet, és amit az eddigi észlelésekből nem nagyon lehetett, vagy nem lehetett pontosan, tehát többen mondták, hogy itt látnak valamit, de szignifikánsan csak most lehetett igazán jól kimutatni, itt van ez az úgynevezett ellenjet, tehát a jetek mindig párosával fordulnak elő, csak az, amelyik felénk mutat, az sokkal fényesebb, és amelyik tőlünk elfelé mutat, az meg sokkal-sokkal halványabb, és általában azokat nem lehet látni. És itt sikerült olyan jó érzékenységet elérni, hogy ezt az ellenjet részt is ki lehetett mutatni. Ugye mondtam, hogy kössük össze az antennáinkat, és már mutattam az európai VLBI hálózatról, ami nem csak Európában vannak hozzá antennák, de bizony az EVN-nél is megcsinálták, hogy jól van, akkor kössük össze optikai kábelekkel az egész hálózatot, úgy, ahogy van, cakkumpak. Erre különböző EU támogatott projektek voltak, és az alap terv az az volt, hogy 1 gigabit per szekundum adatátvitelt valósítsanak meg az összes antenna között, a kontinensek között is, ezt már elérték, és most ezen lépnek tovább. Európán belül már jobb az adatátvitel, de hogy kontinensek között még jobban legyen, és ez egy rutinszerűen működő hálózat már.
itt van még egyszer, hogy milyen szép antennák vannak. Hát összekötve ezzel a optikai hálózattal, tehát nem csak az IVM-be használatos antennák, hanem még bele vannak kötve ausztrál antennák is, illetve hát itt volt Chilebe geodéziai, de az a nagy chilei földrengésben megsérült, úgyhogy nem tudom, hogy azóta azt pótolták-e vagy nem. Itt látható egy ilyen teljes hálózati adatforgalom, egy ilyen hasraütésszerű dátummal, március 22-én. A különböző színek az különböző antennákat jelentenek. Ez itt a dél-afrikai, ez a spanyol, ez a sárga egy kínai, ez nem tudom melyik, ez az Onsala, a svéd. Effelsberg is itt látható, a másik a függőleges tengeren pedig bit per szekundum van, és itt a teteje az 8 gigabit per szekundum fölött van. Tehát azért a teljes EVRBI throughput az azt mondja 8,37 gigavolt ezen a egyszerű kis mérésen. Tehát ez teljesen hétköznapi módon működik, és miért jó ez az egyszerű csillagásznak? Elnézést, ez egy ilyen angol nyelvű szlájdról loptam le. Hát azért nagyon jó, már elképzeljük, hogy hogyan jut el az ember a zseniális ötletétől a publikációig. Ugye az van, hogy hát kipattan a csodálatos ötlet, megírja a távcsőidőkérelmet, beadja, elbírálják, megkapja, szuper, tényleg jó ötlet volt, megkapod az antennát annyi időre, amennyire akarod, illetve a hálózatot. Ezek után, eddig eltelt 2-3 hónap. Ezek után 2-3 hónap múlva akkor kiválasztanak egy időpontot, amikor leészlelik, aztán eltelik megint határozott idő, és akkor leészlelik, akkor lemezekre fölírják az adatokat, elviszik a központba, a hajó elsüllyed, nem süllyed, de az ilyen még nem volt, de ember azért fél. Szóval elviszik az adatokat a központba, ott összejátszák, akkor persze nem indítják, többet összevárnak egyszerre, akkor utána kiküldik az embernek az eredményeket, tehát, és akkor itt már csak az van írva, hogy és további hónapok múlva majd egyszer az ember megírja belőle a publikációt. Ezzel szemben, hogyha van nekünk egy ilyen szépen összekötött hálózatunk, az EVN esetében ez konkrétan hetekben mérhető már, gyorsan az ember megírja a propozat, ugye ott nincs semmi extra dolog, de utána kicsit azért próbáltak azon is turbozni, gyorsabban hozzák meg a döntést. Utána van egy rövid session időszak, amikor leészlelik a dolgot. Egy hét a data processing, amit itt hónapokat vett igénybe, hogy ide-oda vigyék a dolgokat, itt nem kell. Ott van a hálózat, működik a rendszer. Akár valós időben is megcsinálják egyből az adatokat, csak esetleg megszereznek hozzá egyéb kalibrációs fájlokat, meg ilyesmit, megnézik, hogy minden oké-e, és utána az ember már meg is kapja az adatokat, szépen letölti a központból, és most már csak rajta áll, hogy mikor jön ki a falrengető eredménnyel. Tehát ez most így kívülállóként úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon nem kézzelfogható dolog, de ez ténylegesen nagyon-nagyon is felgyorsítja a folyamatokat, és tényleg fontos felfedezésekhez is vezethet. Majd mutatok rá példát. Nem is majd, hanem most egyből. Szóval milyen előny származhat ebből? Erre egy példa, egy ilyen frissiben elkapott szupernóva. Úgy történt, hogy Palomar Transient Factory-vel fedezték fel 2011. június 1-én az M51-be itt egy szupernóva robbanást. Akkor persze megy ki a telegram, hogy mindenki, aki tudja, az figyeljen. Persze rádiósugárzást is egyszerű egy antennával detektálják, tehát nem a hálózattal, viszont mivel be lehet adni ilyen nagyon gyors elbírálású távcsőidőkérelmet is, és azt nagyon gyorsan elbírálják, tehát összességében 14 nappal később megtörténik az EVLBI mérés. Tehát az azt jelenti, hogy több kontinensen az a több antenna, amit mutattam, az mind, az már egyből tudja, hogy na, oké, akkor gyerekek, ezt a forrást nézzétek holnap délután 2-től, mit tudom én, hajnali 2-ig. Megcsinálják az adatfeldolgozást, és küldik ki a tudósnak, aki
Még abban az évben, 2011-ben lehozza a publikációt, és itt látható a rádió képe a szupernóva maradványnak, ami a robbanás után maradt. És miért jó ez nekünk? Azért, mert ugye nagyon jó felbontásunk van, sokkal jobb, mint bármilyen más optikai vagy egyéb tartományban, nagyon pontos pozíciót tudunk mérni. Tehát az azt jelenti, hogy pontosan meg lehet mondani, hogy hol robbant föl, és utána, ha visszanézzük az archívumokat, akkor esetleg megtalálhatjuk azt a csillagot, vagy azt a környéket, ahol ez fölrobbanhatott, és beazonosíthatjuk, hogy milyen csillag robbant fel olyan szupernóvaként. Ugye ez egy általános probléma, hogy persze, amikor fölrobban, akkor mindenki oda néz, mert ott van valami fényes, és akkor mi van ott. De hogy előtte mi volt, hogy az pontosan milyen csillag volt, ami fölrobbant, az egy sokkal érdekesebb dolog, hogyha így végig lehet valamit követni. Esetleg még akár így mondom, így visszanézve archív felvételeken később. Tehát ez például egy nagyon hasznos felhasználási terület lehet. Ja, és hát akkor egy másik ilyen kis ábra, hogy néztek ki ugye minden ilyen adatfeldolgozási folyamatnál vannak azért, akik ott dolgoznak a technikai részlegen, és segítenek a felhasználóknak, és csinálják a korrelációt, összejátszák az adatokat, de akár később is mondják, hogy mi volt a probléma az adatokkal, mit hogyan kéne feldolgozni, stb. Hát ilyen szomorúak voltak, nagy részük szomorú volt, mielőtt lett volna ív ilyen, de miután lett ív ilyen, hát már mindenki sokkal coolabb lett, és láthatóan mindenkinek lett szép ilyen kis Európai Uniós projektes támogatott plólója, nem is szólva a napszemvegekről, tehát egy ilyen segítség is volt. Akkor ezzel lezártam az i-rádió vagy e-rádió csillagászatot. Nagyjából. És akkor egy kicsit másmilyen vizekre evezve, ugye magasabb frekvenciákhoz, minél rövidebb hullámhoz tartományokba lépjünk. Ez az ALMA, az Atacama Large Millimeter vagy Submillimeter Array, ami Chilében található. Itt van egy ilyen nagyon szép fénykép róla az űrből. Ugye ez itt a dél-amerikai partvidék, itt van a Csendes-óceán, itt van mondtam én az Andok errefele, itt van a Vielti, és itt van bent az ALMA, a Atacama sivatagban egy platón, fennsíkon. Miért ide építették? Azért, mert szeretnek Chilébe járni, nem? Azért, mert magasan van és száraz, az évi csapadék mennyiség az kevesebb, mint 100 mm, és egy lapos széles fennsík van, ahova egyszerű építkezni, meg odafelé vezető utak ugyan nincsenek, de csak széles sivatag van, amin nagyon egyszerű autókat vezetni. Miért kell nekünk olyan száraz hely? Azért, mert a vízpárát nem szeretjük, milliméteres tartományba, mert elnyeli a jelet, és minél több vízpára van, annál több az elnyelődés, tehát ezért száraz helyre kell menni. Antarktiszra, hát ott azért nehéz oda embereket toborozni. Tehát ott is szárazság van, de vagy nem akarnak annyira oda menni az emberek. Tengerszinten ez a vízpára mennyiség, amit úgy hívnak, hogy kicsapható vízpára, ami ugye a légkörben úgy folyamatosan van, ez olyan 10-20 milliméteres nagyságrendű, ezt csak azért mondom, hogy utána megfelelően lehessen ámultozni ezen a grafikonon, ahol az almat helyén, és természetesen végeztek ilyen méréseket, és itt a különböző vonalak, azok különböző ilyen kicsapható vízpára mennyiséget mutatnak, és látható, hogy az 2 mm, 1 mm, meg fél milliméter. Tehát ahhoz képest, hogy tengerszinten ez a 10-20 mm, és az ábra az azt mutatja, hogy mennyi a légkör áteresztő képessége különböző frekvenciákon, attól függően, hogy éppen milyen a légköri helyzet, tehát hogy mennyi a vízpára benne. Tehát láthatod, hogy amikor sok, a 2 mm az a sárga vonal, akkor nem jó a légköri áteresztetőség, tehát mit tudom én, ilyen 20% maximum, de inkább rosszabb ezekben a tartományokban, ahol az alma főként működik. És ahogy megyünk egyre kisebb a vízpára mennyiség, akkor egyre jobb lesz a légköri áteresztő képessége. Hol vannak az alma telepei, hova építették? Hát egyrészt van Santiago de Chilébe van a központi rész persze, a fővárosba.
Ezen kívül van a Operation Support Facilities, ami 2900, igen, 2900 méteren van, és onnan vezet egy 28 kilométeres út fel a kimondhatatlan nevű fennségre, Csaksnántor fennségre, 5000 méterre, ahol maguk az antennák helyezkednek el, ez az Alma Operation Site. És hát azért 5000 méteren már nem nagyon csinálnak sok mindent, tehát itt konkrétan azt írják a honlapon, hogy human operations are restricted to absolute minimum. Tehát ez azt jelenti, hogy ide csak tényleg a lámák meg a helyiek mennek föl, de szóval viccet félretéve nem egyszerű ott dolgozni, és ennek ellenére például felhúztak egy ilyen kis építményt oda. Az Operation Support Facilities hely, ahol végül is a csillagászok és az egyéb karbantartók folyamatosan végzik a munkájukat, ide hozzák föl az antennákat, itt szerelik össze, tesztelik őket, és aztán később viszik át a fennsíkra, ahol elhelyezik őket. Itt ezek a fehér pontok mutatják, hogy hogyan lesznek elhelyezve az antennák, majd mindjárt beszélek róla. Tehát az összes olyan munkát, ami fontos, ami erős szellemi tevékenységet igényel, azt próbálták az Operation Support Facilities-be áthelyezni, mert hogy annyira kevés az oxigén, hogy nagyon nehéz bármilyen megterhelő munkát végezni. Ez volt nagyon érdekes, hogy magában akkor, amikor megtervezték ezeket a különböző antennákat, akkor arra is gondolni kellett, hogy nagyon egyszerűen lehessen őket összeszerelni, illetve rátenni a helyre, ahol állnak, majd mutatok róla képet, hogy tényleg ilyen plug and play jelleggel működjenek, mert ott nincs arra senkinek se ereje, energiája, hogy most gondolkozzon, hogy erre kell húzni a csavart, vagy arra kell, ott csak oda visszük, behúzzuk, veszünk egy kis levegőt az oxigénpalaszba, aztán megyünk le. Tehát nincs ilyesmire lehetőség. Jó, valószínűleg a helyiek jobban bírják, de ez egy mondjuk egy ilyen kis érdekes apróság volt, hogy milyen helyet választottak ki. És akkor tulajdonképpen milyen projekt is ez? Hát nemzetközi összefogása, benne van Európából ugye az ESO, az amerikai National Radio Astronomical Observatory, tehát a Nemzeti Rádiócsillagászati Hivatal, és Japánból szintén a Nemzeti Csillagászati Hivatal, vagy szervezet. Nem egy mai projekt, 1992-ben kezdték el tesztelni a chilei helyszíneket, és végül is 97 alaposan kitesztelték a dolgokat, és 97-ben választották ki ezt a fennsíkot. 2003-ban kezdték tesztelni az első prototípus antennákat Amerikában, Új-Mexikóban, ott a VLA mellett, és 2007-ben érkezett meg az első antenna Chilébe, így néz ki egy antenna, 2004-ben készült Új-Mexikóban, ahol ott tesztelik éppen. 2007-ben hozták az első Chilébe, akkor azt még csak elvitték az Operation Support Facilities-be, az alsóbb helyre, és akkor ott még tesztelgették meg minden, csak 2009-ben, két év múlva vitték föl magára a fennsíkra, ahol ott már addigra mindent elintéztek, elrendeztek, és tavaly már 16 antennával elkezdett működni a rendszer, és lehetett távcsőidőkérelmeket beadni rá, és hát nem sokára ki fognak jönni valószínűleg azok az eredmények. És ma reggel megnéztem, meg lehet nézni a honlapjukon, most már 31 antenna van fönt a fennsíkon, azt mindig szépen mutatják, hogy hogyan haladnak ezekkel a munkálatokkal. És hány lesz összesen? Összesen 66 darab antennát terveznek, ezek 12 méteres és 7 méteres antennák lesznek, egyelőre csak 12 méteresek vannak. Úgy lesznek megoldva, hogy mozgathatóak lesznek, ezt persze nem úgy kell képzelni, hogy tehát valaki füttyent, és akkor arrébb viszik, hanem vannak az évnek adott szakasza, és akkor megvan adva, hogy mit tudom én, márciustól július közepéig ilyen konfigurációban vannak, akkor így lehet használni a rendszert, és akkor az év következő szakaszában meg amolyan konfigurációban van, és akkor kettő között átmozgatják őket, majd arról is mutatok, hogy hogyan. A leghosszabb bázis, amit így el lehet érni, az 16 kilométeres, a legkompaktabb, amikor leginkább összerakják az antennákat egy helyre, akkor ilyen 126 méteres lesz. És ezeneken a, azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan, de mindegy, ezt írták.
Mert ugye azért szépen egymástól ki fognak takarni az antennák, tehát erre azért gondolnak. A frekvencia tartomány az látható, hogy nagyon-nagyon magas, tehát 3 mm-től 400 mikronig, tehát ez már itt már mondhatnák, hogy hát ez már nem is rádiócsillagászat igazából. És hát a várható befejezés az 2012-t írtam oda, mert ez volt a honlapjukon, de azért, hát nem tudom, lehet, hogy 2012 végére tényleg ott lesz 66 darab antenna, miért ne? És, de azért már használható, mondom, most lesz valamikor nyáron lesz egy következő távcsőidő kérelem, kiírás, amikor megint lehet pályázni arra, hogy kinek milyen zseniális ötlete van, hogy mit akar mérni ezzel a rendszerrel. Ezek az ilyen számítógépes szimulációk arra, hogy hogyan fog kinézni a hálózat a tág konfigurációba, illetve a kompakt elhelyezésbe, amikor itt tényleg így egymás hegyén hátén lesznek az antennák, és ilyen kis izék vannak, amikre így ráteszik az antennákat, ilyen kis platnik. És akkor így néz ki a valóságban. Ez, ahol tesztelik meg összeszerelik az antennákat, tehát ez az alsó 2900 méter magasságban van, ez pedig maga már az, ahol az antennák vannak, itt látható egy autó, és itt vannak ezek a kis háromszög alakú fém izék, amikre ráteszik az antennákat, milliméteres pontossággal ráhelyezik. Ilyen légi felvétel, meg az, hogy most hogyan néz ki, hány darab antenna van ott. Ez is szépen néz ki. És akkor hogyan mozgatják őket? Én ezt nagyon érdekesnek találtam, ilyen nem értek a mérnökséghez, de úgy mérnök, hiszem, amennyire nem értek hozzá, annyira érdekesnek találtam. Hát a névből már egyértelmű, meg talán képből is, hogy Németországba építették két ilyen hatalmas nagy transportert, ez itt egy Mercedes Mart, és itt ül két emberke, Otto és Lore, a két transporternek a neve. Csak erre tervezték őket, hogy a Alma antennákat egyrészt fölvigyék az Operation Support Facilities-ből, másrészt később mozgassák őket. Egy antenna 100 tonnát nyom, ez a járműre sem 130 tonna, 28 kereke van, 1500 literes tankja van, tehát én így mondjuk nem biztos, hogy a bankkártyával elmennék így megtankolni. És az emellett viszont az antennát milliméter pontosan helyezi le a helyére. Maximális sebessége az döbbentes 20 km per órával dönget, de ha rajta van az antenna, akkor csak 12-vel. Tehát én láttam erről egy filmet, hogy viszik fel az antennát a 28 kilométeres úton, benne volt az egész filmben, hát izgalmas volt. De tényleg, akik vitték, az láthatóan izgultak, hogy le ne essen, jól megye, de az valami rettenetes lehetett azt kivárni. És akkor mire jó az Alma? Azon kívül, hogy távol tartja az orvost, ugye, amit tudunk. Miért építették? Hát az egyik, ilyenkor meg szoktak határozni ilyen key science projecteket, tehát ilyen alapvető tudományos kérdéseket, amire majd ez a rendszer válaszolni fog. És ez volt az egyik ilyen key science project, amiről most fog mindjárt beszélni. Ami arról szól, hogy ugye a közeli univerzumban, tehát itt azt mondja, hogy a vörös eltolódás kisebb, mint másfél, körülbelül látunk ennyi galaxist a Hubble-lal, tehát optikai tartományban, mondjuk az Almával, tehát ilyen milliméteres tartományban látunk ennyit, hát nem túl sokat. Ezzel szemben, hogyha azt mondjuk, hogy elnézünk a távoli galaxisba, tehát másfélnél nagyobb vörös eltolódása, akkor a Hubble optikai tartományban már alig lát itt valamit, egy-két dolgot, viszont az Almával jóval-jóval több galaxist fogunk látni, és miért van ez így? Azért, mert ezekben a galaxisokban, ugye, amit megfigyelünk, az főleg az a sugárzó meleg csillagközi por, ami az egyes galaxisokban látható, és ez általában ugye infravörösben látszódik, meg optikai infravörös tartományban, viszont ahogy ugye egyre távolabbi galaxisokról van szó, ezeknek a fénye szépen eltolódik, átcsúszik a szubmilliméteres tartományba, tehát azok a galaxisok, amiket itt már nem látunk, mert eltolódott a fényük, az pont itt az Alma frekvencia tartományában fog megjelenni, tehát ez egy nagyon jó
műszer arra, hogy azokat az infravörösben amúgy fényes galaxisokat tudjuk detektálni. Tehát alapvetően ezek a galaxisokba nagy csillagkeletkezés folyik, rengeteg csillagközi por van, nagyon fényes, de nem látjuk, mert olyan távoliak, hogy ez a hullámhoz tartomány, ez már áttolódik a mikrohullámba, viszont pont oda tolódik át, ahol nekünk az alma érzékeny lesz, méghozzá nagyon-nagyon érzékeny, és nagyon jó felbontással. Tehát ez volt az egyik alapötlet, hogy ezért lesz nagyon jó az alma. A másik az a nagyon menő része most a csillagászatnak ugye az exobolygók keresése és tanulmányozása. Elnézést. Ez egy számítógépes szimuláció akar itt lenni, hogy hogy néz neki az almával, hogyha van egy középen egy fél naptömegű csillagunk, amit éppen itt most kiszedtek, és attól 5 csillagászati egységre keringene egy nagyjából Jupiter tömegű bolygócsíra, vagy ilyen bolygókezdemény, valamilyen korongszerűségben, akkor azt hogyan tudnánk az almával megfigyelni, ha az egész hó bele van 50 parszekre lenne, meg 100 parszekre lenne, és hát azt mutatja ez a szimuláció, hogy nagyon jól meg tudnánk figyelni. Úgyhogy ennek a fő oka az, hogy nincsen akkora nagy különbség a csillag és a bolygó fényessége között ilyen szubmilliméteres hullámhoz tartományokban, mint mondjuk optikaiban vagy egyebekben. Tehát ott jóval nehezen megszabadulni a csillagzavaró erős fényétől. Ezen kívül persze fogják még vizsgálni a napot. Napon a különböző aktív területeket, flareket, kitöréseket, stb. Valamint egyéb más csillagoknál, ilyen elfejlődő csillagoknál, amik már ledobtak magukról anyagot, és köröttük CO van, nagyobb mennyiségű CO, hogy ez a CO ez hogyan mozog, ugye nagyon jó lesz az almának nem csak a térbeli felbontása, hanem a spektrális felbontása, tehát az azt jelenti, hogy különböző CO vonalakat lehet nagyon jó pontossággal megfigyelni, és megállapítani, hogy akkor azok milyen sebességgel mozognak, és akkor így vissza lehet térképezni, hogy az adott csillagról hogyan dobódott le ez az anyag, hogyan vonul el tőle, hogyan távolodik tőle, és így tovább. Egyéb vörös szuperóriások kémiai összetételet, forgását lehet majd megfigyelni. És itt is van egy ilyen első kép, amit még nem tudományos, tehát nem használtak föl tudományos szempontból, csak ilyen jól nézett ki, tehát így valahova odafordították, ahol persze sejtették, hogy szép képet tudnak csinálni, és hogy ezzel demonstrálják, hogy mire képes így az alma 11-2 antennával. Ez a úgynevezett antennagalaxisok területe, itt a kék az a rádió tartományba készült kép, itt ez a kicsi ilyen tarka barka rózsaszín egyebek az a HST optikai, ami csillagkeletkezési területeket mutat, régebbi csillagkeletkezési területeket, és akkor ezt a részét lehet felbontani az almával szubmilliméteres tartományban, ami azt mutatja, hogy milyen fényes területek vannak itt, és mi az, ami fényes, az, ahol jelenleg is nagyon aktív csillagkeletkezés folyik. Tehát itt két összeütköző galaxisról van szó, és ahogy összeütköznek, összetorródik ott a csillagközi por, és mindenféle ilyen csillagontó galaxiszerűség alakul ki, nagyon erős csillagkeletkezés folyik. Ezt a weboldalt tudom egyébként ajánlani, mert hát az ESO az nagyon-nagyon otthon van mindenféle ilyen PR anyagban, és nagyon szép képek vannak, meg valószínűleg lesznek is az oldalon, meg hát aki szeret ilyen atakamai sivatagról készült képeket nézni, én szeretek, tetszett, hogy ilyen szép kék az ég, meg ilyen sivatag, nincs semmi, csak az antennák, szóval nagyon szép képek vannak fönn. Ez itt a reklámhelye, de nem kapok tőlük pénzt, tényleg. Meg vannak videók is, hogyha angol megy, akkor nagyon jó ilyen kis alma bemutató videók is vannak. És akkor most ugorjunk át a spektrum másik oldalára, tehát ez volt a szubmilliméter, nagyon rövid hullámhosszak, és ez pedig a magyarul nagyon viccesen hangzó lófár,
hálózatról lesz szó, ami azt jelenti, hogy low frequency array, tehát ez pontosan alacsony frekvenciás, nagyon hosszú, hullámhosszakra érzékeny hálózat, ami jelenleg létező, működő hálózat, de 2010-ben nyitották meg, tehát ez is friss, azért ismerem itt bemutatni. Ennek az érdekessége az, hogy az alapötlet az, hogy legyünk olcsók, legyen minél kisebb az anyagköltség, ne építsünk mozgatható antennákat, mert lesz szó, hogy akkor hogy a francban működik ez az egész, vagy legalábbis nagyon röviden. Tehát nincsenek mozgó alkatrészek, ami a legnagyobb költség az az adattovábbítás, az adatfeldolgozás, a szoftver, az elektronika és a szuperszámítógép Groningenbe, ami összefogja az egész rendszert. Rengeteg olcsó antennából áll, van egy úgynevezett alacsony frekvenciás LBA rendszer, ami 10-90 MHz-en és egy magasabb, ami 110-250 MHz-en működik, ezek különbözőképpen néznek ki, majd mutatok róla a képet. 36 állomás van Hollandiában, de egy állomáson rengeteg antenna van, tehát úgy kell elképzelni. Ezen kívül a környező országokban is vannak állomások, Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Svédországban is aktívan keresnek egyéb európai helyeket. Ez ilyen, úgy kell képzelni, ilyen nagyjából ilyen spirál alakba vannak elhelyezve ezek az antennák. Tehát ennek volt igenis egy tervezése, hogy miért itt vannak ezek a állomások elosztva. A leghosszabb bázis van az jelenleg 1500 kilométer, és a másik ötlet az, hogy tehát maga az antennák nagyon olcsók, viszont mindegyik össze van kötve egymással üvegszáloptikával, nagyon gyors adattovábbítás van köztük, és amellett, hogy csillagászati mérésekre használják őket, ezekben az antennekben hát ilyen kitaláltak különböző ilyen mezőgazdaság és geofizikai felhasználásokat is, hogy ezzel el tudják adni. Tehát Hollandiában az volt a szöveg, hogy hát azért nagyon jó ez, mert egyrészt kiépítünk nagyon gyors hálózatot, amit aztán lehet, akkor ha már ott felássuk a földet, akkor mit, internetet is lehetne ott, internetre is lehetne használni, nem mint hogyha Hollandiának annyira szüksége lenne erre, de mindegy. A másik, hogy Józsi bácsi a tehenét ott viszi jobbra-balra az antenna mellett, a tehén lábára tesznek csippet, és az antennára tesznek ilyen tehéncsipérzékelő rendszert, és akkor tudják a tehenet követni, hogy merre jár, meg mit teszik, és akkor az jó lesz a mezőgazdaságnak. És akkor... Tehát az a lényeg, hogy ilyen politikai szempontból összefogták az embereket, és így ránéztek, hogy tényleg ennek van valami más haszna is. Ezen kívül például rátettek ilyen úgynevezett geofónokat, amivel lehet azt figyelni, hogyha távolban robbantás történik, akkor az a földben milyen ilyen rengés hullámokat indít el, vagy nagyon alacsony hanghatást indít el, és mivel ezek az antennák ugye össze vannak kötve gyors hálózata, erről nagyon gyorsan tudomást lehet szerezni, és akkor lehet mondani, hogy ajaj, dánok, hogy csúnya bácsik a dánok, robbantottak egy atombombát. Hát nem fognak robbantani Európába, de lehetne. Hogy néznek ki ezek az antennák? Tehát nagyon, nagyon különböznek azoktól, amiket eddig mutattam, és látható, hogy anyagköltség azért nem volt sok benne. Ez itt a dipól antenna, ami alacsony frekvencián működik, ez pedig a magasabb frekvenciákon működő úgynevezett hát csempe vagy tile antenna. Tehát ezt úgy kell kezdeni, hogy le van fedve ez az egész, ez mondjuk nekem így idáig ér, ennyi, és egy ilyen nagyon furcsa rendszerbe van így elhelyezve a Földön, és ez bárhova néz. Tehát ezek nem mozognak, ez ugye az egész eget fölöttük azt látja. Így néz ki a központi állomás rész, és akkor persze itt még hozzácsapták azt is, hogy hát ez legyen egy rádiócsendes terület, oda ne tegyünk mobil átjátszót, meg tévéállomást, meg egyebet, és akkor már legyen natural reserve is, vagy ha az volt, akkor legyen továbbra is az, tehát természetvédelmi terület, és ez mind azért jól eladja a dolgokat. Tehát ez az a rész, és akkor különböző területekre helyeztek ilyen dipolantennás részeket, meg ezeket a ilyen csempeszerű antennákat, és ez csak a központi állomás. Tehát az egy darab állomáson van rengeteg ilyen kisebb antenna. Ez itt a megnyitója 2010-ben a holland királynővel, szóval ez pedig itt, hogy
lehessen mihez mérni, egy átlagos magyar rádiócsillagász mérete egy ilyen low-fi dipol antennához. Látható, hogy azért itt is akár csak nálunk a göngyölegnek nagyon fontos szerepe van. Itt meg azért áll a tömeg, mert itt van benne a királynő egyébként. De Paragi Zsolt az igen. Tehát itt akkor még egyszer csak azt írtam le, hogy annyiban abszolút nem hagyományos ez a rendszer, hogy nincsen benne mozgatható alkatrész, elektronikusan történik az antennák pozícionálása, és ez azt jelenti, hogy egyszerre több irányba is nézhet a hálózat. Most nem tudom, hogy itt lesz erről egy kis kép. Úgy kell képzelni, hogy minden úgynevezett állomáson, ahol van több ilyen antenna, van egy ilyen, úgy néz ki, mint egy ilyen transformátor doboz, ahova bejön az összes optikai kábel, és ott történik meg egy ilyen előadatfeldolgozás, majd ez tovább megy a központi kompjúterhez Groningenbe, ahol az összes többi állomás hálózatát, állomást összejátszák. De ez a helyi, tehát a magán az állomásnál lévő kis házikó, az adja ki, az dönti el, hogy most melyik irányba nézett az antenna, tehát melyik adatokat fogja továbbítani Groningenbe, melyik volt az, ami érdekes, és melyik az, amiről el lehet felejtkezni, és ne foglaljuk vele a helyet, meg a tárolókapacitást. De azért még így is egyébként rengeteg helyre van szükség. Mire jó a lófár? Nem tartja távol az orvost, viszont lehet a napot megfigyelni, napkitörések hatását a magnetoszférára, ez mind ilyen alacsony frekvenciás megfigyelésre jó, az űridőjárás erőlejelzésére. Kozmikus mágneses tér feltérképezése, pulzár felfedezések és a kozmikus reionizáció időszakának tanulmányozása. Ezekre mindjárt vissza fogok térni majd a következő hálózat kapcsán, amiről beszélni fog, tehát hogyha ez most nem megy, azt hiszem, majd később lesz róla kép, és akkor talán a helyére kerül, és az is, hogy mik azok a tranziensek, és miért lesz erre jó a lófár. Ez az utolsó műszer, amiről akarok beszélni, a Square Kilometer Array, ami aztán tényleg a jövőben megvalósuló nagyon nagy befektetés a rádiócsillagászatnak. Ahogy a neve is mondja, ez egy négyzetkilométeres hálózat, tehát úgy kell képzelni, mint egy négyzetkilométer gyűjtőfelületű antenna. Ebbe a frekvenciatartományba fog működni, azért vannak itt zárójelben jelek, számok, elnézést, mert az volt az eredeti ötlet, mit tudom én, eredeti, hát nem tudom, mi volt az eredeti, de mondjuk 5 évvel ezelőtt az volt még, hogy 100 MHz-től 25 GHz-ig, most már eltolódott, tehát azt mondom, hogy ez egy hosszú projekt, most azt hiszem úgy van, hogy talán 2020-2023-ban lesz kész, tehát ezek csak ilyen hozzávetőleges értékek, de ezek a tervek, hogy például ebbe a frekvenciatartományba 200 négyzetfokos látómezőt érjen el, a magasabb frekvenciatartományba 1 négyzetfokot, a bázisvonalak azok 20 métertől 3000 kilométerig terjedjenek, a szögfelbontás 1/10 ívmásodperc, és hasonlóan a lófárhoz, egyébként az egész szerkezet és elgondolás a lófárhoz hasonlítva, azt kell mondani, hogy a lófár az kvázi az SK-nek egy ilyen prekurzorja, egy ilyen előzetes tesztje, megvalósíthatósági tesztje. És ennek is az az alapvetése, hogy minél kevesebb legyen benne a fém, és minél több legyen benne a szoftver, az információtechnológia, számítástechnika, a maga programozás. Hát azt várják, hogy 10 gigabit per szekundum adat, igen, ezt le kellett volna fordítani, adatot fog, tehát 10 gigabájtot fog másodpercenként adatot kinyomni magából ez a rendszer. Na most ki lesz az, aki ezt feldolgozza, kértem én, de ez csak mellékes. Tehát ezt valahogy biztos, hogy filterezni kell. És 10-17-én műveletet kell másodpercenként végrehajtani, hogy ennyi adatot fel tudjanak dolgozni. Tehát ez aztán tényleg szuper számítógépek kellenek, amik össze tudják fogni.
ezt a műszert, és hát akkor ugye arról volt szó, hogy minél olcsóbb legyen. 2009 júniusában a teljes építési költség, tehát nem a fenntartás, az nincs benne, csak maga az építés az 1,5 milliárd euró volt. Ezt most már nem is akarok belegondolni, hogy ez most már mennyi lehet azóta. Tehát ennek ellenére viszont nagyon-nagyon sokat fog ebből a tudomány csillagászat profitálni. Ezzel a képpel lehetne ezt talán demonstrálni. Ugye itt látható a HST, és a HST egyik talán ilyen deep field képéből összeválogatva, hogy mennyire rengeteg sok optikaiban fényes galaxis, távoli galaxis láthatunk a HST-vel. Hát ez a kis szomorkásabb ábra azt mutatja, hogy a régi Very Large Array-vel rádió tartományban hány darab hát fényes rádióforrást láttunk egy azonos területén az égnek, hát kicsit azért szomorúbb kép, és az előirányzat pedig az, hogy az SK-vel 2020-ba így fog kinézni a rádió égbolt, hogyha fölnézünk, tehát annyival jobb lesz az érzékenysége ennek a rendszernek, hát square kilométer lesz a gyűjtőfelülete, tehát ennyivel jobb lesz az érzékenysége, tehát azokat a halvány rádióforrásokat, amit a régi VLA-jel nem láthattunk, azok bizony tele fogják szemetelni az eget, hála Istennek, és szépen fogjuk őket látni. Tehát ez a terv. És akkor itt van egy kis videó róla, ha minden igaz, hogy hogyan gondolják most, hogy fog fölépülni. Elrendezni a különböző antennákat, tehát lesznek ilyen kisebb tányérok, ezek szintén ilyen 10-12 méteres tányérok. Sok. Hát igen, én nem hiszem, hogy ez 2020-ra kész lesz, de ők azt mondják. Hát igen, lehet, hogy ma azt is kitalálták, hogy hogyan. Itt vannak maguk ezek a tányérok, és akkor lenne egy másmilyen típusú érzékelő rendszer is. Ezek ilyen dipol, quadrupol antennák. Azokból is lenne egy-kettő. 1000. Ez az a csempe vagy táj, ami a lófárnál is mutattam, hogy van. Momentán is használják. Azok így néznének ki, meg a lófár esetében most is így néznek ki. Mondjuk egy űrből se lehet majd rossz látvány. Ez egy állomás, ahol ilyen különböző háromféle antennarendszerek vannak. Ez a kor, vagy központi része. És akkor onnan indulnak el még távolabbra ilyen karok, ahol már csak egy adott antennarendszer található. 200 kilométerre, és akkor valami ilyen elrendezésbe. Háromezer kilométeri. Hát szóval ötlet az van, tehát merjünk nagyot álmodni. Az látható volt a képen, hogy nem volt sok minden a környéken, tehát úgy antenna az volt, meg bakugrás, meg kisfű, meg nagyfű, más nagyon nem. Azért, mert nem akarunk interferenciát. Itt egy ilyen kis ábra mutatja ezt, hogy miért nem. Így néz ki egy nagyváros, így néz ki egy kisváros, és így néz ki az a hely, ahova az SK-t fel akarják építeni rádiójel viszonylatában. Ugye azért is fontos ez, mert az SKU relatíve alacsony frekvenciákon működne, tehát egy 10 GHz alatt, és ott azért elég sok zavaró jel van. Úgyhogy ilyen helyet keresnek,
és hova fogják végül is építeni. Idén fogják egyébként eldönteni, ha minden igaz, és már csak két hely van versenyben, az egyik Ausztrália, Új-Zélanddal karöltve, a másik pedig Dél-Afrika és egy-két környező országgal karöltve itt Madagaszkárig. Ezek a kis pörös pöttyök azok a állomások, amiket a videóban lehetett látni. És mindegyik össze lenne kötve optikai kábel, és ez látszik a két ilyen központi rész, amelyik versenyzik egymással. Hát nem biztos, hogy meg tudnám csak úgy különböztetni a két kép alapján, de ez, el lehet hinni nekem, ez Afrika, ez meg Ausztrália. Tehát ide akarják a központi részét építeni, és a helyi birkapásztorok, vagy hát ilyen kis állatok nagyon fognak örülni nekik, hogy nagyon gyors, szélesávú internet elérésük lesz. Tehát, amiről már beszéltem, vagy röviden említettem a lófár esetében is, hogy nincs mozgatható alkatrész, az egész égboltot látja az antenna, és akkor mi elektronikus úton, úgy hívják ezt, hogy electronic beamforming, elektronikus úton választjuk ki, hogy az adott antennánk merre felé nézzen. Tehát amíg van egy parabola antennánk, akkor az egy bizonyos pontjára, az ég egy bizonyos pontjára tudjuk irányítani, viszont ebbe az esetben az antennánk mindent lát maga fölött, viszont nekünk kell abban rengeteg adathalmazból kiválasztanunk és összekombinálnunk, hogy ez az antennánk mondjuk nézzen errefelé, akkor ez ebbe a szögbe bejövő lehet lát, ez meg ebbe a szögbe, de az itt van, és akkor az így, és akkor abból hogyan hozzuk össze magát a jelet, amit látunk. Ezt az, amit mondtam a lófán, azok a kis transformátor állomások egyes állomásnál ő elektronikusan ezt létrehozza, ezt a jelet, tehát a központban megkapja, hogy már pedig te nézzél erre és erre az égi koordinátára, tehát azokat a jeleket fogja csak összegyűjteni és továbbítani a központba, és hasonlóan fog működni az SK-nél is. És ez miért jó? Azért jó, mert látható, hogy egy ilyen állomás is akár egyszerre több irányba is nézhet az égen különböző féleképpen. Tehát nézhetjük ezt a galaxist, meg azt a galaxist, és akkor hirtelen valaki ott lát valami érdekeset, telefonál, hogy gyorsan erre és erre a koordinátára nézünk, mert nekem azt mondták, hogy mit tudom én, ott valami kitört, vagy szupernova robbanás, vagy valami felvillant, ezt hívjuk tranziens jelenségnek, és akkor gyorsan oda irányítanak egy beamet, egy nyalábot, és azt az objektumot figyeljük meg. Ezt, amit már mondtam, hogy egy hagyományos hálózattal, még akkor is, ugye, hogyha össze vannak kötve kábelekkel az antennák, ugye az IV ilyen esetében azért nem annyira egyszerű dolog, és itt elvileg sokkal egyszerűbb lesz, bár igaz, hogy ez nagyon komoly programozási feladat, vagy szoftverfejlesztési feladat, és hát olyan számítógépek kellenek hozzá, amik, vagy számítástechnika, elektronikák, amik ezt le tudják kezelni, hogy ennyi antennát, vagy ennyi ilyen rendszert kezeljenek, hogy melyik honnan gyűjti az adatokat, és akkor azokat hogyan továbbítják. Én nem is értem ezt igazából, hogy hogy csinálják. De szóval ez nem egy egyszerű feladat. De az előnye ennek az, hogy mikor van egy egyszerű parabola antennánk, vagy akár több parabola antennánk hálózatba kötve, az egyszerre csak egy nagyon kis részét tudja látni az égnek. Tehát ahhoz, hogyha én akarok egy kutatást végezni mondjuk a ilyen és ilyen típusú galaxisokról, és abból van nekem 500 ezer, hát arra nem fog soha időt kapni, nagyon gazdag vagyok, és enyém a rendszer, akkor nekiülök megcsinálni, de mondjuk még unokám is látni fogja, hogy próbáljuk azokat az a galaxisokat mérni, mert iszonyú sokáig tart, hogy ez a kis beamer állni. Itt viszont lehet azt mondani, hogy oké, akkor a állomás egyik része nézi az egyiket, a másikat, a harmadikat, tehát paralel lehet különböző objektumokat figyelni. Emellett, hogyha hirtelen történik valami érdekes dolog, azt is kvázi az archívumból is akár vissza lehet keresni, hogyha ezt ügyesen programozzák le. Persze itt egy komoly kérdés, hogy mit lehet elmenteni, mennyi adatot lehet megőrizni, és hogyan lehet ezekből később visszanyerni a dolgokat. Tehát, hogyha esetleg volt valamilyen más hullámhoz tartományban észlelt kitörés, vagy valami, akkor meg lehet nézni, hogy ott az égnek abba a pontjába, rádióba, hogy néz ki. Tehát nagyon gyorsan fel lehet gyorsítani a különböző ilyen nagyobb szörvélyeknek a sebességét.
Emellett akár csak a lófár, ugye az eszkének is az egyik alap ötlete a korai univerzum tanulmányozása, a rejonizáció folyamata, hogy hogyan ment végbe, itt ez a kis szimuláció azt mutatja, hogy ez egy ötlet arra, hogy hogyan történhetett a újraionizáció az univerzum ebben az időszakában, tehát amikor még csak atomos hidrogén volt, vagy atomos anyagok voltak, és akkor az az egyik ötlet, hogy vagy korai, nagyon fényes csillagok okozták az ionizációt, vagy a kvazárok, az aktív galaxis magok is ebbe fontos szerepet játszottak, és ez most egy ilyen vitatárgya, hogy mennyire vették ki a különböző objektumok a részüket ebbe az ionizációs folyamatba, és az egyik ötlet, hogy ilyen buborékszerűen különböző gócpontokba kezdődött, és akkor ezek a buborékok itt szépen akkor az egész a végén be ionizálódik. És ezt lehetne a vörös eltolódott 21 cm-es hidrogénvonal megfigyelésével például tanulmányozni. A másik ötlet, hogy bolygókeletkezés, ugye, mert ez nagyon, ma mondtam, hogy ez nagyon divatos most. Hát a SK-nél azt mondják, hogy a legmagasabb frekvenciákon, ahol ő működni fog, ott képes lesz majd detektálni más csillagoknak a lakhatósági zónájában lévő pornak a hőmérsékleti sugárzását, és ezekben a korongokban a bolygókeletkezés jeleit kimutatni, hogy esetleg ott ilyen bolygócsillák így kisöplik ezt a korongtartalmát, vagy nem, vagy hogyan, vagy milyen örvényeket okoznak, és hogy ezt elvileg képes lesz. És hát van olyan is a honlapon, hogy az írva, hogy hát annyira érzékeny lesz az eszké, hogyha ott a kicsi zöld emberek a távoli exobolygókon tévét néznek, akkor a tévéadás jelét is fogjuk tudni venni. Ez az ötlet. Hát ezt nem tudom, de 2020-2023 messze van, tehát higgyük el nekik, hogy ilyen jó lesz az érzékenység a dolognak. A másik, amit már a lófár esetében is említettem, hogy a pulzárok témakörébe ez egy nagyon, nagyon nagy előrelépés lesz, mind a lófár, mind az eszké. Ugye azért, mert azt ott a beamformingos képnél lehetett az előbb látni, ugye mondtam, hogy egyszerre több irányba tud nézni. Ugye pulzár nagyon nehéz felfedezni, mert azok pontszerű pulzáró erős rádióforrások, de pontszerűek, és igazából hát most tű a szénakazalba keresés a dolog jelenleg, viszont hogyha van egy olyan antennánk, ami egyszerre több irányba tud nézni, ez sokkal gyorsabban lehet ezt a keresést folytatni. A terv az, hogy ilyen 10-20 ezeres nagyságrendben fog új pulzárokat felfedezni az SKA, és ez azért nagyon jó, mert például az általános relativitás elmélet tesztelésére ad lehetőséget, hogyha kettős pulzárunk van, hogy a két különböző pulzárnak a jele az hogyan hat egymásra. Ha egy pulzár fekete lyuk rendszer van együtt, akkor a fekete lyuk mély gravitációs potenciálja az hogyan hat a pulzár jelére, és ezt hogyan tudjuk látni. Illetve egy másik extrém érdekes ötlet, hogyha pulzárt sikerül megfigyelni a tejút középpontja közelében, hogy a tejút közepén is van egy nagyon nagy fekete lyuk, több millió naptömegű fekete lyuk, akkor a körül mozgó pulzár ebben a nagyon bonyolult gravitációs térben milyen jeleket bocsát ki, és hogyan tudjuk esetleg ezzel letapogatni azt a görbült téridőt ott a tejút középpontja közelébe. Tehát emellett a pulzárok, mint gravitációs hullámdetektorok is ugye így módon használhatók, és hát itt megemlítettem, minden szennek maga felé hajlik a keze, a pulzár emellett ezek a nagyon fancy, meg érdekes dolgok mellett, a pulzárok azért is nagyon jók, mert a tejút ionizált csillagközi anyagát is lehet ezzel feltérképezni, mert a rádió sugárzás, ami egy pulzárról érkezik, a szóródik az ionizált csillagközi anyagba hasonlóan ahhoz, hogy az optikai sugárzás is szóródik a légkörben. És így módon így visszafelé lehet használni a pulzárokat kvázi arra, hogy tanulmányozzuk a tejút ionizált csillagközi anyagát. Jó, hát csak így forog.
Ja, igen, hát itt a vége. Ezt csak azért tettem fel, ez egyetemistáknak maradt, szóval egyetemistáknak is tartottam egy ilyen előadást, és abból maradt itt a végén egy ilyen slide, mert szoktam nekik mondani, hogy hát ha nem is akarnak már többet jönni rádiócsillagászat előadásra, de azért vannak jó filmek, meg könyvek, amit érdemes olvasni. Nem tudom, hogy a borzasztó, undorító magyar fordítása, amiből kivágták a háromnegyedét a Kontaktnak, azután van-e már jobb magyar fordítása, de az eredeti az nagyon jó. A film is nagyon jól sikerült, jól követte a könyvet, még ha kicsit változtatott, és hát teljesen más jellegű, de nagyon vicces és aranyos a The Dish ausztrál film, amit mindenkinek tudok ajánlani, ha akar egy jót nevetni, olyan igazi, olyan kis, jó kis aranyos film, azt lehet rám mondani, és akkor én itt most be is fejezem. Köszönöm. Kérdés. Ek. Mindenki fázik? Igen, ez egy jó kérdés. Tehát, hogy most az eszkéből tényleg, tehát az tényleg döbbenetes, én is, amikor megnézem ezt az animációt, annak is van egy eszkételeszkóp.org, az a honlapjuk. Hát azt nem frissítik olyan gyakran, mint az Almáét. Nagy nemzetközi konzorcium. Megy az a nagy nemzetközi konzorcium lépésével a dolog. Mondom, idén fogják bejelenteni, hogy melyik helyszínt választják. De. És már ilyen prekurzor antennák vannak Dél-Afrikában is, meg Ausztráliában is, tehát tesztelik a különböző úgynevezett prototípus tesztelések vannak, tehát mutattam, hogy ilyen kis tányérokat akarnak, és akkor abból tesztelgetik, illetve nagyjából már is döntötték, hogy milyen típusú, mekkora tányér legyen, hogyan helyezzék el őket, és a többi. És akkor ezeket építik így hálózatba egyrészt Dél-Afrikában, másrészt Ausztráliában is, és hát próbálják toborozni a friss agyakat hozzá. Ez pár évvel ezelőtt, hát igen, szóval bármilyen konferencián van az ember, és van ott dél-afrikai csillagász, akkor ő mindig mondja, hogy jaj, jöjjenek a posztdokok, meg a doktoranduszok Dél-Afrikába. Például, mert nagyon jó borok is vannak. Mert hát azért nem olyan biztonságos hely, tehát valamivel azért kell turbózni a dolgot, hogy bírják. Viszont, ha tényleg Afrika kapja meg, akkor ez hát politikailag, meg gazdaságilag biztos sokat fog jelenteni. Ausztráliában maximum lelegelik a birkák az antennákat. Igen, igen. Tehát a lófárnál is például Hollandiában az probléma, hogy ott patkányok meg nyulakot kiássák, meg ott elrágják a kábelt, meg ilyesmi. Nem, meg kizavarják őket hollandoknál, rendnek lenni kell, oda nem megy. Nem lopják el. Meg gondolom kevés benne a fény. Magyar részvétel ezekben a projektekben? Hát egy-két éve hallottam, hogy volt valami, hogy jó lenne Magyarországra is lófár állomást építeni, de aztán ez elhalt abba, hogy hát nem vagyunk mi annyira benne ebbe a alacsony frekvenciás megfigyelési tartalomba is. A másik meg, hogy persze olcsó európai szemmel nézve, meg Magyarországon, mert megvan Budapest, meg Hegyesalom között, vagy Ausztria felé az a sávszélesség, meg hálózatgyorsaság, de hogy magához a helyre kiépíteni, már az is nekünk túl sokba kerülne. Hány magyar csillagász foglalkozik rádiócsillagászattal? Én a Gyula, meg az Otto. Nem. Hát a Frey Sanyi Pencen, a Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumban, én, nem, engem kéne a végére rakni. A régebben a Mosonyi Laci is foglalkozott, ő most átnyelgelt infravörös, nem most, hanem évek óta átnyelgelt infravörös interferometriára, és most én is vele dolgozom. De próbálunk így az alma felé nyitni, és amit nem említettem, igen, a magyar, pedig arra büszkének kéne lenni, a magyar eredmény, hogy ebbe az alma Early Science 0 részben van magyar propózal is, annak ellenére, hogy csak
olyan propózalokat fogadtak el, ami konzorcium tag pályázhat csak, tehát ezós vagy japán-amerikai, csak van egy magyar diáklány holland intézetbe, és ő került rá, és itthonról a Mór Attila volt, aki összeállította a propózalt, és az nyert is, tehát azt le is fogják észlelni. Tehát így próbálunk így külföldön dolgozó magyarokon keresztül bekapcsolódni, akik benne vannak ezekbe a projektekbe. Az eredmények feldolgozása az teljesen spektrum alapú, vagy ezeknek a látványos képeknek is van valami vizuális szerepe, vagy csak? Hú, hát úgy általában a rádiócsillagászatban, az egy külön tudomány, hogy ilyen szép képeket csinálnak. Én nem tudok ilyen szép képeket csinálni, az az igazság. Tehát amit én nézek, vannak kontinuum, tehát van kontinuum, meg van vonalas rész is. De mindegyikből lehet szép képeket csinálni, ha valaki ért hozzá. De a kép az nem az, amit azért alapvetően felhasználunk. Tehát van egy kép, és akkor mit tudom én, modellezzük, hogy oké, ez egy ilyen kis bumszli, akkor az úgy néz ki, hogy itt van egy kompakt akármi, van egy elképzelésünk, hogy az mi az, azt fitteljük, hogy ez egy ilyen modell, van mellette egy másik modell, és akkor ilyesmi. Akkor aki vonalakat mér, az például olyat tud csinálni, hogy azt mondja, hogy ebbe és ebbe a frekvenciatartományba ilyen is, mit tudom én, CO akármilyen átmenetes vonalakat keresek, és akkor azt mondja, hogy mondjuk 0 km per szekundum, tehát ha nem mozogna semmivel, ott lenne, mint ahol a laborban mérném annak a spektrumvonalnak izét, ott nem látok semmit. De hogyha arra a területről csinálok egy térképet, és mondjuk nem egy adott másik, mondjuk 10 km per szekundumos eltúl, azt mondom, hogy tegyük fel, hogy 10 km per szekundummal mozog, és nézzük meg, hogy abban a tartományban mit látok, akkor ott lehet, hogy ki rajzolódik mondjuk egy gyűrű, vagy egy felhő, vagy akármi, mondjuk lehet hidrogén CO, és akkor azt mondom, hogy hoppá, a CO-nak ez a része, ez ezzel a sebességgel mozog, mert ebbe a frekvencia, ebbe a channelbe, ebbe a csatornába látom, ami ennek a frekvenciának felel meg, ami ilyen sebességnek felel meg az adott rendszerbe. Akkor megint lépek egy kicsit tovább, megnézem, hogy egy kicsit arrébb frekvenciában mit látok. Ott lehet, hogy másik részét fogom látni egy objektum, és akkor ebből így próbálja az ember összerakni, hogy mi is történhet ott. Hogy mi az, ami összetartozik, és mi hogy mozog, hogy mit tudom én, középen van egy csillag, vagy akármi, és akkor arról jön lefele anyag, dobja le az anyagot, a csillaghoz közelebbi részen még gyors, a távolabbi részen még lassú, vagy akár esetleg fölgyorsul valahol. Tehát ilyesmi. Válaszoltam a kérdésre? Igen? Körülbelül egy ilyen 15 évvel ezelőtt indult a Set at Home program, igen? Amely egy ilyen kis kliens programot engedett rátelepülni a számítógépre, és képernyő kimérő üzemmódban, amikor átváltotta a számítógép, akkor az Arisztobai Rádioteleszkópban kapott kis csomagot dolgozta fel, és visszaküldte a központba. A kérdésem első az, hogy valami hasonló programban gondolkoznak-e, fut-e jelen pillanatban is, illetve, hogy ha nem is a kis zöld emberek keresésére, de az internet közönséget be lehet-e vonni a rádiócsillagászoknak valami kis adatfeldolgozásba. Én nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem még a SETI-ATHOME még működik. Most nem biztos, hogy az Arecibo-i antennával, de például van a Ellen Telescope Array, vagy ATA, aminek most pénzügyi gondokkal küzdött, azt olvastam, hogy februárban, de ott például ott az első, az egy ilyen magánvállalkozásként, magán adományokból Ellen nevű emberkének a fenntartott hálózata, és őnek az alapötlete az volt, hogy SETI, tehát őnek erre volt a legtöbb idő félretéve, és szerintem ők is valahogy ilyen elosztott rendszerrel működtek, hogy most teljesen mindenkinek terítették-e az Arecibo-hoz hasonlóan a dolgokat, vagy csak használtak csomó, tudom, egyetemeken ilyen felesleges számítógépidőt, azt nem tudom pontosan. Hogy lesz-e ilyen az SKI esetében is? Hát, jó kérdés. Ebben nem vagyok otthon, nem tudom. A lófánál biztos, hogy nem, mert ott annyira bonyolult, vagy még nincs.
Tehát ő még ilyen bejárató dologban van, tehát még nagyon tesztelgetik magát a szoftvert is, hogy mit csináljanak, hogy csináljanak, hogy működjön. Működnek dolgok, de még nem megy minden így, hogy meg lenne írva a szoftver, hanem állandóan kihegezgetni kell, visszamenjünk, jó megy ez egy, hú, most kalibráljunk, hú, ha följött a nap bajval, ó, villámlás van, na, hagyhatjuk az egészet a francba, elrepült fölöttünk egy repülőgép, ú, jaj. Tehát még ilyen kis, egyből ilyen feedbackek vannak benne, tehát még nem megy olyan ügyesen. Meg kell néznünk a kapcsolatot. Hát ha nincsen több kérdés, akkor köszönöm, hogy eljöttél. Igazán tanulságos és szórakoztató előadást hallhattunk. Találkozunk egy hét múlva, ugyanitt 19 órakor. Görgei Zoltán lesz Valentin napi előadással fog jelentkezni. A Valentin Dóm és társai címmel. Tényleg van ilyen dóm a Holdon? Én gyanúsan néztek rám. Egy 1% MCE tagdíj, adományok, mindenfajta, amit lehet ilyenkor még reklámozni ebben az időszakban, ez aktuális egészen május 20-áig, az adóbevallás legvégső határáig, és az emberi kor legvégső határáig. Kint -7 fok van.